A vitaminok és a gyógyhatású készítmények tudatos fogyasztására figyelmeztetnek a gyógyszerészek. A megkérdezett szakember szerint a téli időszakban mindig előtérbe kerül a különböző ásványi anyagok és nyomelemek pótlása. Az interneten felkutatott információk helyett azonban érdemes gyógyszertárakban tájékozódni a vitaminbevitelről. Csak is akkor tudnak segítséget nyújtani, ha azt az emberek kérik tőlük. Csak feltett kérdésekre tudnak választ adni, hangsúlyozta Ignác Andrea. A gyógyszerész mindenkit arra bíztat, hogy bátran forduljanak a patika dolgozóihoz. Ha ő hisz valamiben, és ő arról meg szeretne győződni, én biztos vagyok benne, hogy arra megtalálja a megfelelő alátámasztást az interneten, csak azért vegyük elő a józan eszünket, amit úgy érzem, hogy egy kicsit most elhagytunk, és mindenki tényleg annak próbál hinni, ami az ő elképzelésének a legmegfelelőbb. A szakember szerint a vitaminszedés kérdéséről nem lehet elégszer beszélni, mert a legtöbben nem elég tájékozottak a témában. Sokan nincsenek tisztában például azzal, hogy az immunrendszer erősítését már a hideg hónapok előtt nyáron el kellene kezdeni. Ha egy szülő tudatosan gondolkodik, akkor szerintem a különböző vitaminoknak a szedését a gyerekek esetében azt már augusztusban el kellene kezdeni, szerintem augusztus közepétől, hogy fölkészíteni a gyerekeket egy kicsit, a gyerekek szervezetét arra, hogy bekerül egy közösségbe, és ott ezerféle kórokozóval fog találkozni, főleg olyan kicsik esetékben, akik először kerülnek közösségbe. Ignác Andrea kiemelte, minden ember más és más. Különböző életkorban, különböző betegségek esetén a szervezet eltérően reagál a vitaminokra. Ezért is ajánlott szakemberhez fordulni.